köszöntöm nézőinket, vendégiségünk című műsorunk, mai vendégek, Kővári László, köszöntöm. Kővári Lászlóról annyit kell tudni, hogy agrármérnök, 1994 óta az önkormányzat, szexedi önkormányzat tagja, volt már a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, jelenleg alelnökként tevékenykedik, illetve Rotary Klubnak a tagja, és hát számos dolgot mondhatnék önről, például azt, hogy amatőr időjárás szakértő. Hát ma van a születésnapja, gratulálok! Köszönöm szépen. Rengetegen írtak önnek a közösségi médiába, már reggel 8 órakor úgy láttam, hogy hogyan, milyen érzés volt ez. Hát minden esetre jó érzés, mert én úgy érzem, hogy sokan kísérik figyelemmel a munkámat. Nagyon sok embert ismerek, megyesz érte, hisz ez épp az életpályámból adódik, hogy igazából nagyon sokan megismertek, és a pályámon sokan segítettek azokhoz a funkciókhoz, a, amit föl sorolni. Igen, rendkívül sokszínű személyiség, illetve hát nagyon aktív. Például a közösségi médiában is, hát a kora, életkora ellenére ő nagyon aktívan jelen van. Hát hogy jött ez? Hát ez úgy jött talán igazából, hogy a, amiután végeztem, akkor Szexádon voltam három évig a, a, a jó évdet, bocsánat, az újvárosi TS-nek a gyakornoka, és három évig ott dolgoztam, és végül is ott Ózsákról vezetőként váltottam, és 20 évig közel a Tolnamegyi Államigazdaságok szakszolgálati állomásán egy laboratóriumban dolgoztam, ahol is a megyében a nagyüzemeknek a vezetőit, prominens személyeit megismertem, tehát így kölcsönös volt az ismeretség ezekkel az emberekkel, és már a rendszerváltás elején nagyon sok gazdakör szervezésében vettem részt, így az új gazdák, új tulajdonosok is igazából megismertek. Aktívan részt vettem a kárpótlásba itt Szexárdon, mint a Földrendező Bizottság elnöke, és úgy gondolom, hogy zökenőmentesen megtörténtek itt a zárverések, és jutottunk el odáig, hogy a pályám során az új munkahelyem kapcsán az lett, hogy az első falugazdász lettem Szexárdon, minek utána ott a munkaviszonyom a laborban megszűnt, és e, hát átmenetileg voltam munkanélkül is, de ezt is hasznosan töltöttem, és nagyon sok kollégával együtt egy felsőfokú mezőgazdasági tanfolyamon vettünk részt, amelyben olyan dolgokat ismertem meg, ami végig segített a pályámon, Akár úgy, mint magánember, akár úgy, mint közéleti ember. Hát úgy tudom, hogy 50 évvel ezelőtt szerezte meg a diplomáját a Gödöllői Egyetemen. Ez így volt akkor? Így van. Éppen néhány napja, mert akkor még az a rendszer volt a diploma kapcsán, hogy fél, évű, fél évű gyakorlaton kellett részt venni, és ezt követően kaptuk meg a diplomát, és ez december 12 dátum. 1970-ben, tehát tényleg közel voltunk ehhez, és gyakorlatilag az első munkahelyemnél is meghatározó volt ez, hogy a mezőgazdaságban fogok tevékenykedni, ez így is történt, és igazából a, 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 az egész szeretet innét datálódott, természetesen hozzá kell tegyem, hogy előtte mezőgazdasági technikumban érétségiztem, és hát azért nem rögtön kerültem egyetemre, mert az egyik tanárom azt javasolta, hogy nagyon szeretem a matematikát, fizikát, kémiát, a Szegedre menjek tudományi egyetemre, de hát sajnos ott viszont olyan első kudarcért, hogy azt mondták, hogy hát a gimnáziumban a tanulókkal szemben hátrányba kerülök, stb. 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 A lényeg a dolognak, az, hogy oda, akkor nem sikerült alkalmazott matematika, fizikára a felvételim, és akkor átmenetileg egy fél évet a felsőfogó technikumban jártam palánkon, csak mivel már intenzíven udvaroltam, és ezt szerettem volna elkerülni a két év katonasságot, hisz még ez akkor így volt, gyakorlatilag fél évkor egy barátom javaslatára adtam be a jelentkezésemet Gödörőre, és így 65-be, 66-ba kezdtem el és mi voltunk az utolsó négy éves évfolyam, és azt követően már öt éves lett az, az Agrár Egyetem, tehát 71-ben nem volt diplomaosztás. A munkahelyemen, az a bizonyos laboratóriumi munkahelyen 75-76-ban vállalatgazdasági szakmérnöki évfolyamúban beiratkoztam, azt elvégeztem, és ez is nagyon sokat segített a pályámon gyakorlatilag és a munkaviszony, amikor ott megszűnt, akkor igazgató munkakörbe munkakörben voltam, csak ugye abban az időben már, vagy még az új igazdák nem igényelték a szaktanácsadást, a régiek még már nem, mert nem tudták, hogy milyen, mik lesznek a, a földviszonyok. Innétől kezdve szintén hasznosan tar, töltöttem ezt a munkanélkül időt, mert akkor egy olyan tanfolyamot végeztem el, amely a pályámat meghatározta, Igazából kommunikációba szereztem olyan információkat és tudást, amit mind a mai napig, akár a kamarai munkában, akár az önkormányzati munkában tudok nagyon jól hasznosítani. Melyiket szereti jobban az önkormányzati munkát, vagy a kamarai munkát, vagy azt, hogy az időjárást figyeli? Annyi mindent kérdezhetnék, vagy éppen azt, hogy a mezőgazdasági vállalkozását vezeti? Igen. Hát ez jó kérdés, mert igazából sokan mondják, hogy hogy lehet ennyi félét csinálni. Hát igen. És akkor én erre mindig azt szoktam mondani, hogy ez mindegyik külön-külön olyan terület, ahol új emberekkel kerül az ember kapcsolatba, más jellegűek a tennivalók, és ez én nekem energiát ad, és ezért szeretem is ezt csinálni, mert ha nyilván, a, a, mint a Szexed első falugazdásza, annak idején, 94-ben, ugye jött létre az a kamarák, és akkor úgy kerültem a kamarai mozgalomba, hogy a, a falu felhatalmazást adtak arra, hogy én legyek a jelöltjük küldöttként, és az első megalakuláskor már a elnöknek választottak, és egy évén belül az elnöke lettem. 2008-ig az agrárkamarát vezettem. Ez sok ö, ö, tapasztalatot adott, ugye volt az időszakok, amikor a kamarát átszervezték, nem volt a kötelező tagság, aztán kötelező lett újra, akkor létrejött a falu de én úgy gondolom, hogy mindenhol igazából tudtam a kisebb-nagyobb gazdaság vezetőinek segíteni, és igazából, hogy alelnök lehettem, épp ebből adódott, hogy a megyébe ismertem a gazdaságvezetőket is, és rengeteg gazdakör létrehozásába vettem részt. Ebből adódóan a magángazdákat is ismertem, és számítottak is rám mindig. Kezdeti időszakban nagyon sok géppályázatot készítettünk a gazdáknak. De azért, hogy mégis mennyire érdekes ez a dolog, azért akkor ez inkább gazdasági téren jelentett valamit, mert azt gondoltam, elindultam én országgyűlési képviselőnek 94-ben, kis gazdaszínekben, és hát ez nem vezetett sikerre, és akkor én továbbra is a kamarai dolgokat választottam. Azonban a, a, a közéletbe való bekapcsolódásom révén felkértek azért 94-be, hogy akkor a város testületébe vegyek részt, és én ezt azért vállaltam örömmel, mert úgy gondoltam, hogy a mezőgazdaság, a szexárd, mint borvidék szerepe, súlyának a növelése az nagyon fontos abban, hogy Tényleg olyan ember is dolgozom benne, aki élt is ebben a ö, 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 körben, és megvan az ismeretség is. És így sikerült mindjárt az első négy évben létrehozni gazdasági, illetve mezőgazdasági bizottságot. Mi nekünk volt módunk arra, hogy létrehoztuk az első borházakat, és a borászat fejlesztése ebből indult el, és ezt én mindvégig a mai napig is követem, úgy, mint felügyelőbizottsági tag ezekbe a szőlő szervezetekbe, a város küldötteként. Igen, hát az elmúlt 26 évből pont ez lett volna a kérdésem, hogy mi az az eredmény, amire leginkább büszke. Hát, és akkor egy picit talán ára is, hogy az agrometeológia, tehát ugye mindenki közismerten szokott velem riportot készíteni, hogy Na milyen volt az idő a növények szempontjából, milyen hatása van, mi várható, stb. stb. Ez pedig gonditündülte, hogy ez alatt a húsz év alatt, gyakorlatilag, amikor még a, a 70-es években jöttek a termelési rendszerek, és azt mondták, hogy csak a sok műtrágya, a gép az, és akkor a határa csillagészség a, a termelésbe. És jött egy első olyan aszályos év 76-ba, aminek következtében én elkezdtem kutatgatni a, a háttereket és ugye mi állami gazdasági tulajdonú volt a cégünk, én ott visszamenőleg valamelyik már akkor 50 éves adatokat e, tudtam összegyűjteni, és ezeket földolgoztam, és egyértelműen látszott, hogy nem csak a szőlőnek van évjárata, hanem minden növénynek vannak olyan kritikus időszakai, amikor ha az időjárás nem megfelelő, akkor akár mennyire megfeszülünk, sem sikerül elérni eredményt. Ne ebből adódóan indult el ez a megfigyelése. És, ebből és ez ad... hogy végzi? Ezt kezdetben kettős volt a dolog, egyrészt a laboratóriumnál voltak eszközök, meg kihelyezetten az állami gazdaságok központjába, másrészt pedig volt egy saját kis mérési, helyi mérésem is, és a mai nap már úgy végzem ezt, hogy én is veszem át a növényvédőállomás, növényegészségügyi és talajvédelmi állomásnak az adatait, jó magam most csapadékot, hőmérsékletet azért mérek, és ebből adódóan, Készítem el azokat a, a szakanyagokat, amiről hát eddig beszéltünk, és örülök neki, hisz minden egyetemen tanítanak agrometológiát, de akkor úgy különösebben nem vonzott engem még, amikor hallgatóként ezt tanultam, hanem azt következően a, a gyakorlat, az élet vezetett rá arra, hogy igenis ezzel foglalkozni kell, hogy mi a gyökere a történéseknek. Idén milyen éven vagyunk túl? Hát én azt gondolom, hogy Szexár nem panaszkodhat, annak ellenére, hogy igazán egy ö, ö, hátrányos helyzet a gyümölcs szempontjából volt az évben, uh -huh. mégpedig nem a nagy fagy, téli fagyok miatt, hanem a kora tavaszi vagy késő tavaszi fagyok, amikor a, a növények virágoztak, vagy már gyümölcsök is voltak, akkor voltak fagykárok, és ebből adódóan ott jelentős károk keletkeztek de szőlő szempontjából nem, mert előző évből adódó adatok alapján nagyon szépen beértek a veszők, nem volt éli fagykár, megfelelően fakadtak az ültetvények, és mindig volt annyi csapadék és meleg, ami azt hozta, hogy egy igen kiváló évjárat jött össze az idei évbe, és nyárig még nem mindenki merte ezt mondani, aztán én magam is úgy voltam, hogy a kicsit ez a szeptemberi szárazság, ez azért egy kicsit úgy félelmet keltett, ezt október elején a késői fajtáknál a jelentkező csapadék, olyan gyönyörűen kiteltek a fürtök, nem mentek el a savak, kiváló terméslet. Ezt De mondták ugyan... a borászok is, igen. De ugyanezt mondhatom szántóföldi vonatkozásba is, mert gyakorlatilag az előző téli fél évben a vízzel, ebből adódóan Évközben, amikor volt egy-két hét asszályosabb periódus, ezt át tudták vészelni. Talán egy kicsit a napraforgó és a repce maradt el a, a, az előző évekhez képest, de végül is a kukorica olyan mértékben ö, ö, átvészelte ezeket a kritikus időszakokat. Egyébként is tudom, hogy mindig az első háromban van a megyék sorrendjében, és hát most is a. 90 nak körül kukoricaterméses ragyogó volt, és talán az árak sem voltak rosszak az idén, tehát ilyen értelemben összességében én azt gondolom, hogy nem panaszkodhatunk. Aztán az október közepi csapadék az, az, őszi talajelőkészítéseket, az őszi vetéseket is nagyon segítette, és mindenhol szép képet mutatnak az őszi vetések, és a talajmunkákat is el lehetett végezni a többi szántóterületen is. Az adatok alapján azért szárazabbá vált szexuális. Összességében így van, összességében hát átlag alatt lesz egy kicsit a csapadék, de a kritikus időszakokban, ezért mondtam azt már az elején, hogy nem csak a szőlőnek van évjárata, hanem szinte minden növénynek. Uh -huh. És ebből adódóan a kritikus időpontokban gyakorlatilag megfelelő volt a, összességében, meg egyébként meleg volt az év. Az adatok alapján fehér karácsonyra készülhetünk? Hát gyakorlatilag ugye egyik napra a másikra nagyon sokat változhat az időjárás, hisz mutatta ezt most az elmúlt napok havazásai Ausztriában, meg Észak-Olaszországban, részben a havazás, részben a hatalmas eső következtében, de pillanatnyi kilátásokhoz én nem nagyon gondolom azt, hogy fehér karácsony legyen. Egyébként ez sem igaz, hogy úgy általában azt szoktuk mondani, hogy persze a mi időnkben mindig mennyi hó volt, és mennyi karácsony. Voltak évek, amikor rendkívül is sok hó volt, ezek között például a legutolsó nagy havazásos év, az épp 1970-ben volt. Ez az 70 ben Igen. Na. Ezt abban is volt. nagyon megjegyeztem, hogy a, a, kislányom akkor még ilyen karonülő volt, és az utcában, amik a feleségem sétáltak, akkor gyakorlatilag a, összekupacolt hó ért a, a, hó az utcán. Igen. Visszatérnék szexelt közéletért tett erőfeszítéseire, illetve a Rotary Klubban folytatott munkájára. Hát honnan jött ez, hogy, hogy ebben részt szeretne venni? Hát ez onnét jött, megmondom őszintén, hogy ugye, mint első időszakos képviselő, úgy gondoltam, hogy mezőgazdasággal, szőlészettel, borászattal foglalkozó feladataink is voltak a bizottságon belül, és igazából én azt gondoltam, hogy itt példát is kéne abban mutatni, hogy akkor én is próbálok abba az irányba tenni is és először az Inyenc klubnak voltam tagja sokáig, és akkor ott mindenhol olyan borászatokat látogattunk, meg helyben és vidéken is. Aztán később jöttek a barátaim, és mondták, hogy figyelj, most alakul egy másik klub is, amely hasonló tevékenységgel, jó beszélgetésekkel, jó társasággal foglalkozik ilyen kérdésekkel, ez volt a Rotary. Így lettem a, a rotary a tagja, és most már több mint 20 éve, 25 éve lesz lassan alapító tagként tevékenykedem. Mert meg van a jótékonysági cél is, a, a, a hátrányos helyzetűek támogatása, vagy egyszerűen a város működésével összefüggésben, ugye a, a, a kereszteknek az átrendezése a kálvárián, a, 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 gyakorlatilag egy kis szobor együttes jött létre a téren, ez a, a, város nagyon szépen szimbolizálja a Béla téren, vagy a csurgó felújítás, vagy a kápornatéri tevékenységek, vagy legutóbban az a fásítási program, amit elindítottunk. Ezek mind olyan jótékonysági célok, amiket szívesen támogat az ember, tehát a Rotari oldali rész, Már is akkor arról még nem is beszéltem, hogy több mint 21 néhány klub van Magyarországon, és nagyon jó kapcsolat van, emberi kapcsolat is, és barátságok is jöttek létre ezek között, a, a klubok között. Másrészt, ugye, hogy honnan itt jött ez a közösségi dolog, hogy hát református presbiter is vagyok 25 éve, úgyhogy a az egyháron keresztül is hát nagyon sok változás volt az elmúlt időszakban, és én ezekben örömmel vettem részt, ténykedtem. Nagyon sok fejlesztést sikerült a várossal közösen megoldani. Úgyhogy én azt hiszem, hogy... És akkor még sok minden más olyan klubnak vagyok tagja, amely hát csak úgy érintelőleg tesz közösségi célokat, de fontosak. Például a katolikus kör ugye annyi jágan, én alsóvárosi vagyok, sváb családból, így a riblingek, frájok gyakorlatilag rokonságom, és hát a Fölső utcai pedig apai ágon. Igen. Itt azért történt egy tragédia az ön életében. Kitérhetünk akkor erre, hogy mi volt ez, és hogyan élte meg, és lehet, hogy ez a sokszínű tevékenysége is arra vezethető vissza. Hát igen, ez, ez így van. Gyakorlatilag én ezt már céloztam rá talán, ugye, hogy első év után mi összeházasodtunk az egyetemi évek után, és albérletben laktunk, a nejem ott dolgozott az egyetemen, és a lányommal való tárásig idei hazajött, és akkor negyedikbe visszamentem újra a kollégiumba. Az évfajamon belül a, az első házasság volt a, miénk, a és hát a lányom is az elsők között született, tehát tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy mi egy nagyon jó házas életet éltünk, és ugye tragédiaként karácsonyra készülve, hogy Szia Papai, este találkozunk, és aztán jött a hír. Én már láttam az ászlót kint, azt mondták, hogy nem csak kisebb baleset, és hát sajnos elveszítettem a feleségemet, és ez a kezdeti időszakban nagyon hiányzott. És való igaz az is, hogy én azt gondolom, hogy azt, hogy a szívünkben meddig gyászolunk, és hogyan ezt mindenki egyénileg tudja eldönteni, meg erről való felfogását. De az biztos, hogy a, a munka segít abba, hogy az ilyen tragédiákat túl lehessen élni. Itt én ezt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok ember életébe fordul ilyen elő, és hát valahogy tovább kell élni. Itt voltak a gyerekeim, és Hány évesek húsz? voltak akkor? Húsz. 20 évesek. Tehát már Pontosan még, még annyi sem, mert a fiam 71-es, uh -huh. és ez, ez 89-ben volt, tehát ő 18 éves volt éppen, hogy leérettségizett uh -huh. e, e, tulajdonképpen, és hát én úgy gondoltam, hogy a, ez a családot összetartva közösen e, tudjuk ezeket a dolgokat túlélni, és ezért ennyi minden tevékenységét vállaltam, és ez nagyon számomra, hogy nagyon sok embernek ez tetszik és ezért is támogat gyakorlatilag. A nehéz, nehéz időszakban mi segített? A vallás, a munka? Mit gondol, Annyi bölcsesség, meg gondolat, meg filozófiai hát, elmelkedés van erről, hogy hogyan lehet a nehéz időszakot én, én úgy gondolom, hogy a vallás is nagyon sokat segített, bár első pillanatban, hát nem is tudom, hogy ezt elmondjam-e, volt egy olyan szituáció, amikor a lelkészünkhöz oda mentem a balesetet követően, és akkor azt mondta, hogy a Jóisten szerette az érvettel, és akkor én nekem buta módon kiszaladt a száma, hogy akkor engem viszont nagyon utálhat. És utána jöttem rá, hogy ez nem így van, mert az életbe kárpótott nagyon-nagyon sok mindenne, és a legutóbb a időszakban a legnagyobb ajándékkal a kisunokámmal, aki most három ésféle, és és tündér, tündér, tündér ez annyi plusz boldogságot ad, hogy, hogy szinte hihetetlen. Igen, ez van a következő kérdésem, hogy mivel telnek most a napjaim, mert most sem ö, unatkozik, mert jelenleg a Szociális és Egészségügyi Környezet és Fenntartatósági Bizottság tagja az önkormányzatnál, de továbbra is azért részt vesz a fiával együtt a vállalkozásban? Így van, ezek is közrejátszottak természetesen. Egyébként az, hogy én mégis ebbe a bizottságba kerültem, talán az van benne, hogy a legutóbbi időben a mi bizottságunk korábban a környezetvédelmi dolgokat is foglalkozott, hisz mi már több mint tíz éve a Klimabarát Települések Szövetségéhez csatlakoztunk, és abban én azt gondolom nem kevés részem volt. Én, mert a környezetvédelme az mindig szempont volt számomra, és a laborban is azzal foglalkoztunk, talajokat vizsgáltunk, és hogy észszerű, okszerű műtrágyázás legyen, és tényleg annyit használjunk fel, hogy ne szennyezzük a környezetet, de ugyanakkor a, a termések szempontjából fontos mennyiségeket hát biztosítsuk. Tehát ebből indultunk ki, és én azt gondoltam, hogy nem akarok a pénzügyi bizottság tagja lenni, hanem ennek a bizottságnak, szeretnék, ebben a bizottságban szeretnék dolgozni, és hát ez így is van. Nehéz most jelenleg önkormányzati képviselőként dolgozni? Kicsit térjünk ki erre, azért nem hát, tudjuk kihagyni. Igen. Hát abból a szempontból nehéz, mert, mert én azt gondoltam, hogy ha, mert ez a demokrácia része, hogy egyszer egyik irányzat nyer, máskor a másik, de az, hogy teljesen, kidobni azt az eredményeket, amik vannak, vagy nehézét tenni a megvalósulását, ez engem roppantó bánt. Ez, ez nem igazán tetszik, hiszen én jó dolgoztunk. Én azt gondolom, hogy az elmúlt utóbbi tíz évben óriási fejlődés van a városban, és akkor, amikor azt kérdezik sok, hogy és mondom, hát mit csináltatok korábban? Engem ez nagyon sért. Nagyon sét meg kell mondom, mert ha valaki ezt nem látja, hogy mi minden történt a városban, építkezésektől kezdve a különböző rendezvényekig és egyebek, és mindent fölrúgni, ez engem bosszant. De ettől függetlenül nem ebből az oldalból közelítte meg a munkámat, hanem szakmai oldalról. Ezért továbbra is a szőlészborász vonatkozásokban én képviselem a várost ezekben a cégekben, és igyekszünk hát továbbra is, hogy az a fejlődés, ami egyébként a borászat terén ment, vezetett oda, hogy jó magam is pályáztam, és ugye a fiam a kertészmérnök, és van szőlőterületünk, egy feldolgozót építettünk, amit most már hála Isten befejeztünk, üzemben van, nincs még minden teljes területében rendben, de, de ez nagy örömömre szolgál, és bízom benne, hogy ezt a család tovább viszi ezeket a dolgokat. Hol lát még kihívást, illetve feladatokat így a város fejlődése, fejlesztése terén? Hát annak azért örülök már, hogy a nehéz munka mellett azért egy-két olyan dolog mégis megvalósítani látszik, amiért harcoltunk. Itt gondolok itt erre az ifjúsági parkra most, ami megvalósult, és azt ideig úgy nézett, hogy nem lesz belőle semmi. Gondolok a zöldváros programra, amelyik gyakorlatilag biztosította az eredeti terveknek megfelelően a városba a parkosításokat, parkolókészítését, készítését, tehát a jobb közéletet, a jó érzést az emberekbe. Ezek azért apránként megvalósulnak lassan, még ha nehezen is, befejezéséhez közeledik a fürdő, és további olyan elképzelések vannak, amik átmenetileg is Hátrendszen vettek, de talán most már túl vagyunk ezeken, és belátja mindenki, hogy érdemes együtt dolgozni. Hogy fog tárni az év vége, illetve milyen tervei vannak jövő évre? Hát sajnos most ugye itt egy a beszélgetésben is vagyunk vagy egy kis üzemi balesetem volt, ami éppen a munkához kapcsolódik, mert traktorból szálltam ki permetezést követően, és a cipőm sarka elakadt a traktor rácsába, és szinte kizuhantam, és annyira a bal estem, hogy izomkötek volt. Na ezt megműtötték, de lassan akar javulni, és most úgy néz ki, hogy annyira komoly, hogy, hogy protézist kell majd valószínű. Remélem ezen túl leszek és akkor mindig a következő feladaton van előttem. Nem, köszönjük szépen a beszélgetést, kövári Lászlót hallhatták. Köszönjük szépen, viszontlátásra!